Ezekért a dolgokért előbb-utóbb mindenkinek fizetnie kell. Ha más nem, akkor milliméterenként lesz levágva a f***uk, és ennek minden másodpercét majd az adott pillanatban élvezni fogjuk. Így üzent Simicska Ádám. Ezért kibelezlek titeket. Így pedig Simicska Lajos. A milliárdos üzletember fia vasárnap délután posztolt egy üzenetet a közösségi oldalán, amelyben arról írt, hogy házukat paparazzi fotósok lepték el, emiatt a Simicska család nem tudja elhagyni otthonát. Később az egyik internetes portálnak sikerült elérni a Simicska Lajost is. Az interjúban az oligarha ismét megerősítette, hogy minden erejével a Jobbikot támogatja. A pártnak Simicska Lajos az újabb kirohanása után is teljesen vállalható. Én Simicska Lajosnak a barátja, a testőre sem vagyok, tehát nem tudom értelmezni az ő szavait, nem vagyunk ismerősök. Nyilvánvaló módon a Jobbik egyébként minden magyar szavazó szimpátiájának örül. Pőze Lajos, korábbi Jobbikos országgyűlési képviselő, vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ennek oroszlán része volt a 2010-es Jobbik program kidolgozásában. Itt az elemzőkkel beszélgettünk az elmúlt percekben arról, hogy merre felé indul a Jobbik. Ön lát most olyan programot, amely mögé föl tudna sorakozni egy nagy párt tagsága? Hát most nagy programhiány van, azt kell, hogy mondjam, az egész politikai közéletben. Talán azért, mert nincsen még itt az ideje a kampánynak, talán azért, mert manapság áttevődött a hangsúly a programok helyett a közösségi médiára, Twitter, Facebook, ugye látjuk az amerikai választást. Tény, hát valamit tény, mondani kell. Valamit mondani kell majd, igen, és az is tény, tulajdonképpen a kérdésének valószínű ez lehetett az igazi mozgatója, hogy 2010-ben valóban volt egy jó programja a Jobbiknak, amire sokan odafigyeltek, és annak a programnak a hátán lehetett volna tovább építkezni egy szép 16-17%-os eredménnyel bekerülve a parlamentbe, és ott tempót és stratégiát vesztett szerintem a Jobbik, amit már nem tud korrigálni. Ott nem a középosztály fele indult tovább az építkezésbe, hanem a különböző csatolt olykó paramilitáns szervezetekkel kokettált, azoknak engedett nyomásba, és a politikában a hitelesség az egy nagyon fontos dolog. És megmarad, minden megmarad a mai internetvilágban. Nagyon nehéz korrigálni. Ugye nagyon sokan hányják a Jobbik szemére, vagy vetik a Jobbik szemére azt, hogy túl gyakran változtat, például a külpolitikáján, például a belpolitikai céljain. Mennyire tükröződik ez a tagságban? Tehát foglalkoztatja ez a tagságot? Beszélnek-e erről? Okoz-e bizonytalanságot? Hát szerény véleményem szerint a tagságnak lövése sincs ezekről a elnökség által, vagy két-három ember által a felső szinten kitalált teóriákról. Ha csak a külpolitikát nézem, ugye 2010 óta volt külön kínai szakasz, később egy arab és iráni szakasz, akkor Törökország, akkor Oroszország, akkor német-orosz tenger, és hagyd ne találgassam, hogy mi jöhet még, ezt nem lehet követni, és a tagsága, a Jobbik tagsága nem is külpolitikailag érzékeny, szenzibilis, napi megérhetési gondjaik vannak. Ez teljesen öncélú, és inkább bajt okozó, és az orientációkat megosztó, erőket megosztó ideológiai hullámsorozat volt. Teljesen értelmetlen volt. Az segíthetne megtalálni a Jobbiknak a valós arcát, hogy egy olyan szellemi hátteret sikerülne felépíteni mögéjük, ami jelen pillanatban hiányzik, legalábbis az elemzők itt azt mondták. Csak ez segíthetne neki, félő, hogy erre már nem lesz lehetősége. Valóban, leginkább a Jobbiknak egy nagyobb szellemi háttér hiányzik, amire tudna támaszkodni, amin keresztül meg tudna szólalni, hiteles dolgokat tudna, hihető dolgokat tudna mondani az életről. Például ma 2017-ben egész más a helyzet, mint 2010-ben. Egy csomó olyan probléma van, amiben a Jobbik nem tud úgy megszólalni, hogy elvárnánk tőle. Ők azt mondják, hogy az ifjúság pártja. Nem. Én, nekem a lányom is 23 éves, és egyébként is nagyon sok fiatal ifjúsági felületet olvasok, és sok fiatallal vagyok kapcsolatban. Én azt látom, hogy a Jobbik se érti már a fiatalok gondolatai, problémáit, a nyelvezetét sem. Mert ők már nem tudnak egymással beszélni. Az Y-generáció, ugye, vagy nem Z, bocsánat, a Z-generáció már nem tud a Jobbik kijönni. Azok, akik a 2000-es évek elején voltak fiatalok, azok most ilyen 30 év körüliek.
Tehát ön hiányolja a pártból ezt a generációt? Hát, illetve azt mondja, hogy minden, a mostani 20 éves. Minden pártból hiányolom. De most igazából azt akartam csak érzékeltetni, a Jobbik még a hozzá korban legközelebbi réteggel sem tudta megtalálni a kellő mélységű kapcsolatot, és visszatérve a lényegre, igen, hiányzik az a szellemi holtudvar, amelyre tudna a Jobbik támaszkodni. Félő, hogy ez már nem is fog összejönni neki. Amennyiben a Jobbik úgy dönt, hogy egy negatív kampánnyal fut neki a 2018-as választásoknak, programhiányában, ahogy ön is említette, az szimpatikus lehet a Jobbik szavazóbázisának, vagy vár azok, akikre ők számítanának, vagy inkább elriasztaná őket? Hát én azt gondolom, hogy általában Európában, de Magyarországon is természetesen ebből kifolyólag a negatív kampány nem jön be. Bejöhet néha, tehát lehetne, elemzők tudnának olyan példát mondani, ahol egy karaktergyilkos vagy negatív kampány véletlenül bejött, de nem ez a jellemző. És a Magyarországon is megnézzük, 1990 óta mindenki megpróbált középről nyerni. Középről nyerni. Tehát ha a Jobbik negatív kampányba kezdene, vagy bármilyen más párt egy negatív kampányba kezdene, én azt gondolom, hogy azzal inkább csak beszűkíteni a mozgásterét és csökkenteni a szavazói számát. Torockai László alkalmas lehet arra alelnökként, hogy középre vigye a Jobbikot, illetve ott tartsa, oda gyűjtsön még? Igen, attól tartok, hogy nem. Ha csak arra gondolok, hogy 2010. augusztus a környékén Torockai László azt nyilatkozta emlékeim szerint, hogy a szakembereket tűzzel vassal írtaná a Jobbik környékéről, és ehhez képest most ő közben a párt alelnöke lett, akkor erre azt kell mondanom csak, hogy nincs miről beszélni. Ön milyen stratégiát javasolna a Jobbiknak, ha most feltennék önnek ezt a kérdést? Hát először is valószínűleg újra kellene szervezni a pártot. Attól tartok, hogy óriási az érdekellentét és a konfliktus halmaz a párt legfelső vezetése és a legalsó szinten lévő közötte. Egy sokkal őszintébb és családiasabb és kiegyezősebb, csúnyán fogalmaztam, bocsánat, kapcsolatrendszer kellene a teljes vertikumba, mert azért egy pártban nagyon sok minden működik úgy, hogy egyformán gondolkozunk, bízunk egymásba. Ha nincs meg a teljes vertikumba ez a csapatszellem, Csorda szellem, megengedem akármit. Mik azok az alapértékek, amik a tagságban benne vannak, viszont most ön úgy látja, hogy hiányzik a vezetőségből? Én azt gondolom, hogy a tagságban igazából egy olyan elégedetlenség van, ami nagyon sok probléma miatt jogos. Jogos az, hogy sok minden nehezen ment itt az elmúlt 10-15 évben gazdaságilag, csökken a középosztály, ugye Magyarországon szűkülő a középosztály különböző mérések szerint, nagyon sok az elégedetlen, a csalódott ember, és a Jobbik ezt próbálja meglovagolni, de nem tudja őket valójában megszólítani, nem tudja az emberek valós problémáit úgy megfogalmazni, és olyan megoldásokat javasolni rá, amelyek tényleg segítenének, és amelyekről elhinnék az emberek, hogy ezek alkalmasak arra, hogy segítsenek. Pősze Lajos korábbi Jobbikos képviselő volt a vendégem, köszönöm, hogy eljött. Kérem. A szegedi városházáról bilincsben vitették el a Szevijéb károsultak ügyvédjét. Szabó Bálint lesz a vendégünk, és lesz szó a vasárnapi szerbiai választás eredményéről is. A reklám után maradjanak velünk.